A felvétel 1929-ben készült, és egy erdélyi származású feltaláló helikopterének felszállási próbálkozását mutatja. Sokan Asbóth Oszkárt tekintik a helikopter feltalálójának. A szakemberek egy része másképpen látja, sőt, abban sem tud megegyezni, hogy ki találta fel a helikoptert. Az amerikai Wright testvérek egy ilyen röptető játékot kaptak gyermekkorukban, amely teljesen lenyűgözte őket. Ők is repülni akartak. A játék mai változata már a helikoptert juttatja eszünkbe. Függőleges tengelyű forgás elve hosszú utat járt be, ameddig ember is a magasba tudott emelkedni. 317-ben Ge Hong, kínai filozófus leír egy repülő szerkezetet, amelyet egy fából készített forgó szárny emel a magasba. ...1250-ben Roger Bacon, angol szerzetes, felismeri, hogy ahhoz, hogy az ember repülni tudjon, nem elég két szárnyat magára csatolnia, hanem ki kell vizsgálnia a repülés titkait. Ezért 10 év egyedül létre ítélték. Európában az első elképzelés egy forgószárnyas repülőszerkezetről Leonardo da Vinci-ben fogalmazódik meg a 15. század végén. Tulajdonképpen egy csavarszerű menetet tervez, azaz légcsavart, amelynek váza drótból készült és vászonnal van beborítva. Elképzelése szerint a forgószárny forgás közben lefele nyomja a levegőt, a lenyomott levegő visszahat a légcsavarra és felfele nyomja, amely következtében a légcsavaros gépezet fel kellene, hogy emelkedjen. De a kézi erő nem volt elégséges a légcsavar forgatásához. ...1519-ből származik egy egyszemélyes repülőszerkezet terve, amely ütközés csillapítóval is el van látva a sima leszálláshoz. Jó 2,5 évszázad múlva, 1754-ben az orosz tudomány atya Mihail Lomonoszov megépít egy kis szerkezetet a kínai játék mintájára. Ő két propellert tervez rá, amelyeket rugóhajt és ellentétes irányban forognak. Javaslata szerint ez mintaként szolgálhat az Orosz Tudományos Akadémia számára meteorológiai mérések végzésére. George Cayley, a modern aerodinamika megalapozója, a sikeres sikló repülése után helikoptert is tervez. Az 1843-ban a Mechanics magazinban jelenik meg a helikopter rajza, de ez csak terv marad, a helikoptert nem építette meg.
1860-ban a francia Ponton d'Amécure megépít több két propelleres, kis gőzmotor által hajtott modellt. Ezt helikopternek nevezi. Jules Verne sem maradt ki a helikopter elképzelésekből. Az 1885-ben megírt regényében, a Hódító Robúrban az Albatrosz nevű léghajóját több függőleges propeller emeli a magasba, és egy vízszintes tengelyű propeller viszi előre. De ez csak álom maradt. Az egész 19. században csak kis modelleket tudtak készíteni, amelyek esetleg rövid ideig repültek. A belső égésű motorok megjelenése új lehetőséget nyitott a helikopter tervezők számára. A 20. századdal megkezdődött a kísérletek sorozata. Sokfelé a világban gépészek, mérnökök, tudósok vagy kalandorok próbáltak különféle konstrukciókkal a levegőbe emelkedni. ...1904-ben József Lipkowski, lengyel mérnök, ember nagyságú helikoptert készít. A helikopter propellerjei 16 méter átmérőjűek, de amikor elmegy Franciaországba beszerezni a motorokat, és meglátja a Wright testvérek repülőgépét, lemond a helikopter gondolatáról. A francia Louis-Charles Breguier 1907-ben megépíti a Giroplan 1 helikoptert, amely fél méter magasba emelkedik egy emberrel a fedélzetén, és egy percet lebeg a levegőben. De a gép nem volt stabil, négy ember tartott a függőleges pozícióban rudak segítségével. A szakemberek egy része ezt tekinti a világon az első levegőnél nehezebb szerkezetnek, amely függőlegesen emelkedett a levegőbe, és felemelt egy embert a földről 4 évvel a Wright testvérek első repülőútja után. A francia Cornu család biciklikkel és motorbiciklikkel foglalkozott. Paul Cornu helikopterrel próbálja elnyerni a francia Aero Club 50 ezer frank értékű repülési nagydíját, amit az kap, aki 1 kilométert tud repülni úgy, hogy visszaérjen a kiindulási pontba. Egy sikeres kis modell készítése után 1907-ben egy ember nagyságú gépet készít, amivel december 6-án a levegőbe emelkedik. Ez a helikopter sem volt stabil, de senki sem egyensúlyozta a földről kötelekkel vagy rudakkal. A dán Jakob Christian Ellehammer is, mint a Wright testvérek, motorbiciklikkel kezdte. 1912-ben tervez egy kétrotoros helikoptert. Ezzel néhány ugrást sikerül végeznie, míg egy balesetben teljesen tönkrement a gép. Ezeknek a helikoptereknek mind ugyanaz volt a problémája. Nem voltak sem stabilak, sem kormányozhatóak. Amikor kitör az első világháború, a további kísérletezések félbeszakadnak.
Ekkor már a repülőgépek jól kormányozhatóak voltak, és a háború miatt mindenki a harci repülőgépekre koncentrál. Mindenhol létrejön katonai repülőtér, ahol kísérleteznek, oktatnak, bővítik a hadsereg repülőgép osztagát. A legtöbb ország hadserege már rendelkezett repülőgépekből álló aviatikai osztaggal, köztük az osztrák-magyar monarchia is. Az osztrák katonai légcsavargyár termékeire gyakran érkeztek panaszok, ezért egy légcsavar kísérleti intézetet hoznak létre a Bécs melletti Fischamenden, amelynek célja a légcsavarok hatékonyságának a növelése. A bécsi katonai parancsnokság már korábban felfigyelt egy Asbóth Oszkár nevű aradi aviatikusra, aki 1910-ben részt vett és dicsérő oklevelet kapott éppen a bécsi hadügyminisztérium által kiírt pályázaton, és akinek egy kis repülőgép műhelye is volt. Így Asbothot, akiről tudták, hogy repüléssel és légcsavarokkal foglalkozik, egyenesen a császári és királyi repülőcsapatok Fischamendi kísérleti telepére rendelik katonai behívóval. Habár Asbothnak semmilyen szakmai képzése nem volt, csupán érettségie, a repülőcsapatok parancsnoksága mégis elfogadta a légcsavar készítésben jártas fiatalember szakmai tapasztalatát, és a légcsavar kísérleti intézethez nevezik ki. De ki is volt ez az ismeretlen, ismert Asbóth Oszkár? Asbóth Oszkár születési helyéről vannak pontos adataink. 1891. március 31-én látta meg a napvilágot ebben a szép bortermelő nagykőségben, amely most város, vagyis Pankotán. A szülőházával kapcsolatban nincsenek megbízható adataink. Azt viszont mindenképpen tudjuk, hogy édesapja itt Pankotán a Sulkovszki hercegeknek volt a főerdésze. A Sulkovszki hercegeké volt ez az egész Pankota környéki vidék, hatalmas birodalomnak volt az ura. Kastélya, amely jelenleg Pankota városának a polgármesteri hivatala, itt látható a háta mögött. A pankotaiak büszkék városuk szülöttjére. Mi pankotai magyarok úgy tudjuk, hogy ebbe a házba született Asbóth Oszkár, a helikopter feltalálója, bár dokumentumot, írásos dokumentumunk nincsen. Azt tudjuk, hogy Dietrich Bárónak és Sulkovszki hercegnek a főerdésze ebbe a házba lakott. 2012. júniusában felavattuk ezt a táblát, magyarok Pankotáról, összeadtuk a pénzt, azért, hogy tudja nem csak a magyarság, hanem a románság is, hogy ebbe a házba kiszületett. Asbóth Oszkárnak a nevét kell tudni, mert benne van az angol, az amerika nagy enciklopédiákban, hát a pankotaiaknak is illik, hogy tudják ezt. Oszkár felmenői között volt egy nagyon tehetséges mérnök, Asbóth Sándor. Az 1848-49-es szabadságharc alezredese, Kossuth szárnysegéde, aki az amerikai emigrációba is vele tartott, és a 19. század 50-es éveiben tevékenyen részt vett a New York-i Central Park tervezésében. Pankotáról az Asbóth család hamarosan beköltözött Aradra, ugyanis Erdész édesapja a fiatal Oszkárból mérnököt szeretett volna nevelni, és ezért költöztek be Aradra. Itt Aradon a város legjobb akkori iskolájába, az egykori állami főreálba iratta be, azzal a
céllal, hogy a matematika tudományában hát haladást mutasson a fiatal gyermek, azonban Asbóth Oszkár nem volt jó tanuló, ezt meg kell mondanunk, nem érdekelte különösképpen a matematika, hanem már diákkorában is a repülés érdekelte, és azokat a kiadványokat böngészte, amelyekhez egy diák hozzáférhetett, és amelyben a repüléssel kapcsolatos leírásokat talált. Aradon végezte el gimnáziumi tanulmányait is. A fiatal Asbóth remekül rajzolt, először festőművésznek készült. Asbóth Oszkár Aradon tudomásunk szerint három helyen lakott. Az egykori Templom utcában, az egykori Zrínyi utcában, a Vasilé Goldis utca, és ebben a hátunk mögött lévő épületben, itt a mai és régebbi piactéren. Természetesen ez a ház akkoriban még nem volt ennyire lepusztulva, sőt a későbbiek során sem, hiszen a két világháború között egy másik neves aradi ember, Szántó György író is ebben a házban lakott. Asbóth Oszkár 12 éves volt, amikor tanúja volt az aviatika két világszenzációs eseményének. 1903-ban Párizsban egy brazil pilóta, Alberto Santos Dumont, az addig használt léggömb helyett egy szivar alakú ballont épített, egy légcsavart forgató kis motort és kormánylapátokat szerelt rá, és ezzel a léghajóval repülte körül háromszor az Eiffel tornyot. A másik pedig ugyancsak 1903-ban, amikor Amerikában a Wright testvérek először szállt levegőnél nehezebb géppel, és kormányozni tudták azt. Ettől kezdve szerte a világon elkezdődtek, vagy helyesebben fölgyorsult a levegőnél nehezebb szerkezetekkel történő repülési kísérletek. 1906-tól igazán, tehát amikor 15 éves, akkor ugye ezek szerint Asbóth Oszkár, 1906-tól Európában, és 1909-től pedig Magyarországon és a környékén is. Tehát egy nagyon-nagyon fiatal emberről van szó, aki az édesapja kíséretében, amikor a kávéházban szivarozgat és kávézgat az édesapa, addig az újságokat olvasgatja az ifjúkorú Asbóth Oszkár. És ezekben az újságokban megtalálja híradásokat ezekkel a világszerte folytatott, és Európa szerte és Magyarországon folytatott repülési kísérletekről. 1909-ben Asbóth elvégezte tanulmányait Aradon, és leérettségizett. Ugyanabban az évben, július 25-én, a francia Louis Blériot átrepülte a La Manche csatornát, és az angliai Doverben landolt. Egy csapásra világhírűvé vált. Október 17-én Louis Blériot látványos repülőbemutatót tartott Budapesten is, a Rákosmezei lovassági gyakorlótéren. Az újságok szinte kivétel nélkül címlapokon hozták a tudósításokat. Ezek az újságok Aradra is eljutottak. Ifjonti hevületében elhatározza, hogy akkor ő is megpróbál ilyen jellegű kísérleteket folytatni, és repülőgépet épít. Asbóthnak mindenek előtt pénzre volt szüksége. Különféle helyi újságokban jelentetett meg cikkeket a géprepülésről. Interjúkat készített levélben a kor neves pilótáival. Így a pénzkereset mellett sok hasznos információhoz is jutott. Asbóth Oszkár ennek a háznak az udvarán próbált bérelni egy műhelyt diák korában. Ez nem sikerült neki.
A későbbiek folyamán azonban sikerült a város szélén a mai Zsigmond háza nevű városrészben egy fészerben berendezni egy műhelyt. Itt végezte a kísérleteit a légcsavarral, gumimotorral, és itt készített el egy 7,5 méter hosszú repülő alkalmatosságot. Beszámolója szerint egy vitorlázó, tehát egy siklógépet állít össze, ugye falécekből vászonfő használásával, és ezt egyik ismerősének, a felnőtt ismerősének segítségével motorkerékpár mögé kötve megpróbálja reptetni. Hát az ő beszámolója szerint ez természetesen sikerül is, és ezt próbálja ő később egy motoros repülőgéppé átalakítani, ugye, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznosítani, és a beszámolója szerint el is kezdi építeni, és már a motort is megszerzi hozzá, ugye egy viszonylag kis teljesítményű francia motor sikerülne az aradi vasúttársaságtól szereznie. Párizsból hozatott légcsavarokat, fémhuzalokat és alkatrészeket, és elkészült a biplán. De közbe jött valami. Az történt, hogy valamilyen félreértés következtében a műhelyi átalakított fészert a tulajdonos valaki másnak is bérbe adta. Az illető hamarabb érkezett a helyszínre, kinyitotta a fészerből átalakított műhelyt, látott ott egy fura készüléket, amelyről nem tudta, hogy micsoda, és egyszerűen kidobta. Az új bérlő, a gazdag fakereskedő véget vetett Asbóth repülési kísérleteinek. Egy világ omlott össze. A sok munka, verejtékes fáradozás íme. Apró fa. Sírva fakadtam. Kis gépem roncsára borultam és zokogtam. ...1910 végén, 19 évesen részt vett a bécsi hadügyminisztérium pályázatán, ahol biplányának tervével dicsérő oklevelet kapott. Ezt követően újabb kísérleteket próbál végezni Asbóth Oszkár, hogy valamilyen úton, módon bevétel termeljen, és ezért tájékozódni elmegy Bécs mellé, az ott a szervezett nemzetközi repülőnapokra, és meglátja azokat a szerkezeteket, amelyeket az akkori általános európai repülőtechnika jelent. Levonja a tanulságot, és végül is ő már nem igazán akar repülőgépet építeni és tervezni, hanem egy stabilizátor készüléknek a kidolgozását fontolgatja, mert látja, hogy ezek a repülőgépek még általában viszonylag instabilan viselkednek a levegőbe. Megtervezte a stabilizátort és szabadalmaztatta. A feladat olyan szerkezet létrehozása, amely mindig a gravitáció irányát mutatja, s a egyensúlyi helyzetéből kimozdítják, a gravitáció hatására oda mindig visszatér. Erre azonnal megtaláltam a kézenfekvő megoldást, az ingát. Mivel a legveszélyesebb az oldalra való kibillenés volt, arra alkalmazta ötletét. Az inga szárát kell összekapcsolni a csűrőkormányokkal. A kibillent gépen az inga felfüggesztési szára továbbra is függélyesben maradt, és a közbeiktatandó mechanikai szerkezet segítségével működésbe hozza a visszabillenést előidéző kormányszerkezetet. Mivel az ő gépe tönkrement, azon már nem tudta kipróbálni a stabilizátort. De 1911-ben hírét vette, hogy Szabadkán egy városi hivatalnok, Szárics János, műkedvelő műszerész, monoplánt tervezett és épített. Repülőjével Szárics bemutatókat is tartott, és hajlandónak mutatkozott Asbóth stabilizátorának kipróbálására is. A kísérleteket azonban el sem kezdhették,
mert a Franciaországból rendelt légcsavar nem bizonyult megfelelőnek. Ekkor Asbot elhatározta, hogy ő fog légcsavart tervezni és készíteni. A tervezés Száricsék ebédlőasztalán folyt, és a kőrizsdeszkából elkészített légcsavart fel is szerelték. Azonban a stabilizátor kipróbálására nem került sor a monoplán egyéb problémái miatt. Következő évben, 1912-ben Asbot bemutatta ezt a stabilizáló szerkezetet egy Bécsben tartott nemzetközi aviatikus találkozón, de kevés sikerrel. Az elképzelés sajnos ott hibás, hogy az inga az éppen alkalmatlan a repülőgépnek a stabilizálására, mert egy koordinált fordulóban az inga nem a föld felé, a föld középpontja felé fog mutatni, hanem a ráható erők eredőjének következtében sajnos éppenséggel ugyanazt a helyzetet veszi föl, mint a repülőgépnek a többi része, tehát stabilizálás céljára nem alkalmas. De ez igazán nem kisebbíti Asbotnak az érdemeit, mert még a nagy nevű mérnök emberek és tudósok ingás rendszerű repülőgép stabilizátora sem hozza be a kívánt eredményt. És ez lett a vége a találmányának. Ugyanis azokban az években a repülőgépek konstrukciója hatalmas fejlődésen ment keresztül, a kormányozhatósága annyira megkönnyebbült, hogy csupán ezzel meg lehetett oldani a gép stabilitását. Asbot stabilizátora, amely ki sem próbált találmánya, elavulttá vált. Asbot Oszkárnak, miután megismerkedett ifjú Teleki Tibor gróffal, újabb ötlete támadt. Ausztriában 1909-ben Bécs mellett Fischamenden jött létre az első katonai repülőtér. Logikusnak tűnt, hogy az osztrák-magyar monarchiában paritásos alapon Magyarországon is létesítsenek katonai repülőteret. Asbot reménye szerint Telekiék közbenjárásával ez az Arad melletti Birkás dűlőre került volna. Ez lehetőséget nyitott volna hangárok építésére, pilótaiskola indítására, javító és gyártó műhelyek felállítására, és a katonai tevékenység mellett látványos rendezvények szervezésére. Mindehhez az első lépés az iparengedély megszerzése volt. Asbot Oszkár pedig az ifjú Teleki Tiborral találkozva nagyszerű alkalmat lát abban, hogy egy repüléssel kapcsolatos az első magyar aeroművek nevezetű vállalkozás beegyeztesse. Itt természetesen ugye ifjú Teleki Tibor a nemes ember az, aki biztosítja a tőkét és igazán a húzó nevet ennél a vállalkozásnál, és így az ő révén sikerül ezt a vállalkozást beindítani. 1912. június 5-én ifjú Teleki Tibor és Asbot Oszkár megkapják az engedélyt a repülőgép készítési ipar űzésére. A vállalat neve első magyar aeroművek Teleki és Asbot lett. Ez volt Magyarországon az első repülőgép készítő vállalat. A céget valamilyen módon reklámozni kellett. Kitalálja azt, hogy egy nemzetközi bemutatót, repülőnapot szervez, és arra meghív magyar pilótákat. Az első magyar aeroművek kiplakátolja a nagy repülési eseményt. Magyar pilóták közül azután egyedül Kvasz András az, aki megjelenik, és megpróbál bemutató repülést végrehajtani. A rendkívül rossz időjárási viszonyok között Kvasz András megpróbálja azért menteni a menthetőt, és megpróbál felszállni és bemutató repülést végezni a díszes publikum előtt. Sajnos a lökéses, szeles időben ez a felszállás ez alig pár másodpercig tart, és majdnem a repülőgép törésével végződik. Ezért a leszállás követően Kvasz András kiszereli az igencsak egyébként már akkor is kiszolgált hanszáni motort a repülőgépet örzséből, és a repülőgépet pedig
leöntve a maradék üzemanyaggal fölgyújtja, és ekként szolgál legalább látványossággal a megjelent nézőközönség számára a repülés, az elmaradt repülés helyett. Az első magyar aeroművek tervei végleg meghiúsultak. ...1914-ben kitört a háború. Nasbót ismeretségi körébe bekerülnek különböző katonai személyek, és ezért az első világháború kitörését követően ő a Bécs melletti légycsavarkísérleti intézetnél kap beosztást, és ott dolgozik a légycsavarkísérleti műhelyben. Hát az ő beszámolója szerint ő vezeti a műhely, de erre sajnos semmiféle bizonyíték nincs. Valószínű csak Noller professzor alkalmazottjaként találhatjuk őt ebben a légycsavarkísérleti műhelyben. Fishamend Bécs mellett attól 15 kilométerre van. Ma itt már csak termőföldek vannak. A repülőgépeknek, hangároknak, kísérletező műhelyeknek nyoma sincs. Itt működött az 1910-es években a Légcsavar Kísérleti Intézet is, melynek parancsnokává a már akkor nagy tekintélyű magyar szakembert, Kármán Tódor egyetemi tanárt nevezték ki. Kármán Tódor az Aachen-i Műszaki Egyetem aeronautikai tanszékéről jött ide. Egy a 100 éves évforduló alkalmával felállított emléktábla emlékeztet mindenre. És a faluban van egy kis múzeum is, néhány kiállított makettel. A Fishamendi gyár légcsavar műhelyébe kerül a Zsbot Oszkár. Itt próbálják kijavítani a hibás légcsavarokat, és itt került a légcsavarok örvényébe, ami egész további pályafutását meghatározta. A Légcsavar Kísérleti Intézetnél Knoller professzornak az adatait felhasználva készült a légcsavaroknak a gyártása. Ugye többféle méretezésű légcsavarral üzemeltek az első világháborúnak a légijárművei, léghajók és repülőgépek, és ugye különböző teljesítmény motorokhoz különböző kiképzésű légcsavarok, teljesítményi légcsavarok kellettek. A Zsbotnak merész ötlete támad. Új légcsavar típust fog készíteni. Csavarom egyszerű, egyenes vonal vezetésével tért el a többitől. Ez megkönnyítette a gyártást és annak pontosságát. Az első próbát szinte titokban végeztük. 1915. júniusában elkezdi gyártani az új légcsavart, az Zsbot légcsavart. A csavarok átmérője általában 3 méter, és kőr is, mahagóni vagy diófából készülnek. Zsbot beszámolója szerint az új légcsavar nagy húzóerőt, rövid felszállási időt biztosít a gépeknek, ami igen fontos a harci gépeknél,
hiszen az a gép lesz győztes, amelyik a másik fölé tud kerekedni. Ebből anyagi haszna is származik, mivel a gyártott csavarok után részesedést kap. A 1916-ban a Fisamendi gyártócsarnokban felállítják a világ legnagyobb légcsavar vizsgálatokra használt szélcsatornáját. Rendkívül jó kísérleti szélcsatorna van ebben az intézetben, és itt ebben a szélcsatornában különböző felépítésű és teljesítményű légcsavarokat lehet igazán akkori korszerű körülmények között vizsgálni, és ezeket a vizsgálatokat módszeresen meg is ejti Noller professzor, és a vizsgálatok eredményéről rendkívül részletes táblázatot állít össze. Asbot a Fisamendi gyárban a két év alatt 1500 kísérleti légcsavar tervezésében és legyártásában vett részt. Az itteni munkáról azt írja, a paradicsomban éreztem magamat. 1916-ban a világháború közepén Petróczi István repülőőrnagy ezredes új feladattal bízza meg Kármán professzort. Az első világháborúban ugye most már elterjedten alkalmazták egyrészt a repülőgépeket is, másrészt pedig a tüzérségi megfigyelő ballonok is igen fontos szerepet kaptak. Ezek a tüzérségi megfigyelő ballonok az ekkor már nagy távolságra tüzelni képes ágyuknak a lövedékeinek a pontos célba érkezését hivatottak szolgálni azzal, hogy hát változó magasságra, 50-100 méteres magasságra felengedve a ballonok alatt elhelyezett megfigyelők távcsővel értékelik a tüzérségi találatokat, és tábori telefonon keresztül adják ki a korrigálásra szolgáló utasításokat. Csak hogy ezek a ballonok igen sebezhetőek, mert az ellenséges vadászgépek a közelükbe repülve foszforos lövedékkel felgyújthatták a hidrogéngázzal töltött ballont. És éppen ezért kitalálják azt, hogy a gáztöltésű ballonok helyett egy valamiféle helikopter, az akkori kifejezéssel egyébként kötött helikoptéra, tehát egy kötött helikopter szerkezet lenne alkalmas erre a feladatra. A helikopter sokkal kisebb célpontot jelentene, kevesebb személyzetet kívánna, és nem lenne szükség körülményes hidrogéngáz utánpótlásra. A tervezés során kiderül, hogy a helikopter megvalósítása nem motorerő, hanem inkább légcsavar probléma. Ebben a munkában részt vesz Asbot Oszkár is. Az első probléma a légcsavar forgásából adódott, amely ellentétes irányban forgatta a helikopter testét. Erre a megoldást már Lomonoszov megtalálta, aki két ellentétesen forgó propellert tett a gépére, Dámek úr pedig e két propellert ugyanarra a tengelyre helyezte. A két légcsavar azért kell, hogy egymás reakciónyomatékát kioltsák, tehát ne forogjon az egész szerkezet körbe-körbe, mert akkor alkalmazhatatlan lenne. Így viszont most már ugye a benne elhelyezett ember, megfigyelő, az mindenféle forgás nélkül képes a feladatát ellátni. A két légcsavar pedig levegőbe emeli a szerkezetet, a stabilizálásáról és a földre történő visszahúzásáról pedig egy a földre telepített csörlő berendezés gondoskodik. A kísérletek után elkészül a PKZ-nek nevezett helikopter, Petróczi István, Kármán Tódor és Zsurovec Vilmos neveinek kezdőbetűiből állt össze. Ennek stabilitását azonban nem sikerült megoldaniuk. Kármán Tódor volt az, aki az elméleti alapjait kidolgozta ennek a szerkezetnek, és azonnal egyébként meg is állapította, kijelentette azt, hogy ez a kötött helikopter csak is, mint kötött helikopter üzemeltethető, ugyanis a kötelek nem csak a földre történő visszajuttatását szolgálják a szerkezetnek, hanem a stabilitását is biztosítják, mert hogy a forgó légcsavar merev bekötésű légcsavarok okán ez a szerkezet eredendően instabil abban a pillanatban,
pillanatban, mihelyt nem teljesen rezzenéstelen a levegő, hanem a legkisebb szél befolyásolja a szerkezetnek a működését, ezért kell többek között, hogy kötött helikopter legyen. Kiderült, hogy egy merev propellerre rendelkező helikopter nem repülhet stabilan. Ezért tartókötelekkel oldják meg a stabilitást. Valószínűleg nem tudtak egy korábbi találmányról, amely megoldotta volna ezt a problémát. 1909-ben Barta Miksa és Madzsar József német szabadalmat kapott egy csuklós illeszkedésű, egymástól függetlenül billenthető és emelhető propellerre. E találmány fölött elsiklott a figyelem, csak a 20-as években kerül újra terítékre, amikor felmerül a helikopterek stabilitásának a kérdése. Asbot javaslatot tesz egy általa tervezett 4 rotoros kötött helikopter építésére, de a csoport elutasítja. Ő viszont szabadalmaztatja az ötletét. A csoport pedig a PKZ helikopteren dolgozik tovább. Több példány készül ebből a szerkezetből, elektromotoros változat is, belső égésű motoros változat is, de egyrészt a széllengések miatt a helikopter, a kísérleti helikopter, ez a belső égéses is megsérül, az elektromotorosnak a motorja ég le, és közben már a világháború vége felé közeledünk, tehát a viszonylag biztató kísérletek ellenére ezzel a kötött helikopterrel a kísérletezést tovább nem folytatják. 1917 nyarán Asbot elhagyja Fisamendet, ahol sok tapasztalatot nyert, majd Budapesten saját céget alapít. A Knoller-féle táblázatok másolatainak a birtokában úgy próbált megélni, hogy megalapította az első magyar légcsavargyárat, és itt a magyarországi viszonyok számára kéttollú falégcsavarokat előállítani. Hogy minél egyszerűbb legyen a gyártás, ezért ő párhuzamos éllel, a be- és kilépő élet párhuzamos élő kiképzéssel, egy egyszerű ferde levágással valósította meg. Németországban és Magyarországon szabadalmaztatja az új, általa kitalált, leegyenesített légcsavar típust. Sajnos ez ront a légcsavarok hatásfokán, és ennek következtében az Asbot-féle légcsavarok az ő állításával ellentétben, mert a könyvében kifejezetten kedvező színben tünteti fel ezeket a légcsavarokat, de ezzel az állítással ellentétben a légcsavarai nem voltak igazán sikeresek, és nagyon kis számban használták. A Fisamendi PKZ helikopter kudarca után Asbot úgy gondolja, hogy tapasztalatai alapján képes lenne megalkotni az általa javasolt helikoptert. Megépít egy modellt, majd a teljes nagyságú 4 rotoros helikoptert. Asbotnak újból bal szerencséje van. Még a tesztek elkezdése előtt, 1918. szeptember 9-én a gyárban tűz ütött ki, és a modell is, meg a majdnem készen levő teljes méretű helikopter is tönkrement. ...1918-ban véget ért a háború. A trianoni békeszerződés értelmében a vesztes országokban tilos a repülőgépgyártás. Ennek alapján az Antant légügyi ellenőrző bizottsága Barès francia ezredes vezetésével 119 repülőgépet és 77 repülőmotort semmisít meg Magyarországon. Emiatt Asbot nem fejezhette be
a második helikopterét a légcsavargyárában. Kármán Tódor visszamegy az Aachen-i egyetemre, majd később pedig Amerikába, ahol a szuperszonikus repülőgépek fejlesztésébe kezd. Ez alatt a háborúban nyertes országokban zavartalanul folynak tovább a helikopter kísérletek.